estét kívánok, kedves nézőink! Az utóbbi másfél percben annyi információt zúdítottak rám itt kollégáim, hogy csak győzzem megfelelően híven visszaadni. Nos, tehát ugye tudják, ez a szokásos keddesti polémia, a tabuk titkok tények, ahol mindenféle olyan különlegességgel foglalkozunk, ahol egyébként, amiről egyébként más műsorokban nem nagyon szoktak. Szokásos beszélgető társam és szakértő partnerem Egeri György feltaláló, a Magyar Tudomány Enfanteribje. Szerintem, ha meghal, akkor ezt a sírjára most már el fogják írni, mert ez szállóigévé válik. És ma este is egy nagyon kedves vendégünk van. Mielőtt bemutatnám, el tudják képzelni, kedves nézőink, hogy egy csillagász, egy fizikus, egy jó nevű tudományos szakember a Földön fetreng. Nos, vendégünkkel megtörtént ez nem is olyan régen, két hete. Engedjék meg, hogy bemutassam Grand Pierre Attila urat, aki azon túl, hogy fizikus és csillagász, mellette még író és zenész. Íróként több mint tucatnyi kötete jelent meg, Attila és a magyarok. Itt most nem akarok nagyon belemenni, és ami pedig ezt a bizonyos fetrengést illeti, ő a Vágtázó Halott Kémek című jól ismert együttes frontembere, és ebédi minőségében két hete egy fellépésén örvendeztette meg ezzel a különleges produkcióval a közönséget. Ám legnagyobb sajnálatunkra ez most nem lesz nagyon téma, bár egy két szó erejéig ezt is érinthetjük, az viszont igen, hogy él a világegyetem vagy sem, mert hogy Attila írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy az élő világegyetem könyve. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát akkor in medias res, csapjunk bele, mibe a fetrengésbe, vagy pedig az élő világegyetembe. Ahogy jól esik. Hát akkor csak egy pár szót erről a Vágtázó Halott Kémekről, hogy tényleg kellemesen vezessük fel a műsort. Hogy lesz, igazándiból nem is az izgat, hogy te hogy lettél zenész, mert mondjuk zenész általában minden deviáns, félőrült ember lesz az életének egy bizonyos szakaszában, hanem azt, hogy aki mellette fizikus és csillagász, az hogy hajlik ennyire el? Igen, valahogy nálam ez kezdettől fogva összefüggött, és egyébként régebben érdekes, hogy az emberiség ős múltjában a mágusok, azok zenészek is voltak, mert énekeltek a hegytetőn, és közben pedig ugye, hogy énekeltek, csillagász ruhában és köpenyben, ilyen csillagok voltak köpenyek. A köpenyikre és a süvegükre, ilyen díszítésű süvegeket és köpenyeket viseltek, tehát ez szervesen összefüggött, hogy miért. De azért, halottkémek még akkor nem voltak. Akkor még a vágtázás már akkor is előfordult, és így tehát ez végül is összefügg, mert a világegyetem él, és hogyha a világegyetem él, akkor érez, és hogyha érez, az érzéseknek vannak törvényei, és a törvényerejű érzések kifejezésére hivatott a zene. Hú, ez nagyon szép volt. Gyurikám, légy szíves, csatlakozz te is. Tedd képbe ezt a kis könnyed nyári csöveit. Én azért sokkal komolyabbra fogjam ezt a dolgot, mert amit az Attila itt leír, az nagyon komoly, érdekes, és ugye a tudomány, mint intézmény igencsak szűkecske kutatási területén kívül esik, és rendkívüli módon integráló, tehát ez az, amit a mai tudomány, mint intézmény nem szeret, de itt a csillagászat, a fizika és a biológia, az élettan eredményeinek integrálását találjuk ebbe a könyvbe, és ezt teszi különösen érdekes intellektuális utazássá, és szeretném, hogyha most maga a szerző foglalná össze a dolgokat, de nekem persze itten a tárba be van tározva legalább 20 fontos kérdés, de mivel nem én írtam a könyvet, hanem te, úgy illő, hogy te beszélj erről, és te vezest föl a központi gondolatokat. Igen, tehát a világegyetem élő vagy illetelem mi volt, ez a tudománynak a legalapvetőbb kérdése. Anélkül nem lehet elkezdeni beszélni tudományról, hogy ne tudnánk, hogy maga az egész az micsoda, mert az egésznek a tükrében kell a részről beszélni, hogy az egész adja meg az értelmét minden résznek. De ez egy olyan nagy kérdés, hogy a világegyetem élő vagy illettelen természetű, hogy ezt annak idején, amikor a fizika kifejlődött 400 évvel ezelőtt, akkor még ilyen nagy kérdéseket még
még nem tudtak megvizsgálni, és mivel 400 év óta a fizika egyedül áll a porondon, mint exakt tudomány, ezért ezt a kérdést nem igazán tudták megvizsgálni. Nekem az volt a szerencsém, hogy én tudom, hogy nem csak a fizika van egyedül porondon, mert 1967-ben kaptam a születésnapomra egy könyvet, aminek az volt a cím, hogy elméleti biológia, és ezt Bauer Ervin írta, egy magyar származású biológus, aki történetesen az emberiség legnagyobb biológus, ahogy úgy mondjam, és ő volt az, aki a biológiát a meglátásom szerint ugyanolyan rangra emelte föl, mint ahol az exakt elméleti fizika tart, és én 40 éve dolgozom azon, 1967 óta, hogy ezt bebizonyítsam, és a kortárs tudomány nyelvén megértessem a tudós társaimmal, hogy valóban az elméleti fizikával legalábbis összemérhető jelentőségű az az elméleti biológia, amit Bauer Ervin letett az asztalra, és amit aztán én ki is egészítettem a biológiai autonómia, a biológiai önállóság elméletével, és a Bauer elvet, az élet alapelvét sikerült megfogalmaznom egy olyan módon, egy fizikus sok számára érthetően, ami a legkisebb hatás elvének a párja, és mivel a legkisebb hatás elvéből az összes fizikai alaptörvényt matematikailag le lehet vezetni, ezért óriás és rendkívüli egyedülálló jelentősége van annak, hogy ennek a legkisebb hatás elvének az általánosításaként tudtam megfogalmazni az élet alapelvét. Tehát a legkisebb hatás elve az egy ilyen integrál elv, ami az az integrál, az tulajdonképpen egy összegzés, amit mindig két állapot között az összes többit minden egyes időszakaszban megvizsgáljuk mondjuk azt, hogy mennyi munkát végez egy bizonyos rendszer, és akkor ezt összeadogatjuk, és akkor hogyha ezt az összegzést nagyon finoman végezzük, tehát nagyon picik és lépésekben, akkor azt nevezik integrálnak, és ezért van az integrál jel, ami ilyen S alakú, tulajdonképpen a szumma jelből fakad. Tehát nem olyan félelmetes, mint ahogy gondoljuk, meg gondoljunk csak arra, hogy szumma. Na most ezt az integrál, tehát egy kezdő és egy vég állapot között kell venni, és a legkisebb hatás elvének az általánosítását azt én úgy kaptam meg, hogy a kezdő és a végpontot, illetve a végpontot, amire a cselekvés irányul, azt az élő lény saját maga tudja megválasztani. Tehát addig, ameddig a fizika esetében mondjuk egy szabadon esőkő nem tudja a végpontját megválasztani, addig egy szabadon eső madár meg tudja választani a végpontját, és akkor ez egy általánosabb eset, mert hogyha halott a madár, akkor az ugyanazt a pályát futja, mint a lejtett kő. Az élő madár viszont akár hányféleképpen röpülhet. Tehát ez az általános törvény, és annak tulajdonképpen csak egy speciális esete a fizika. A biológia az általános tudomány, és a fizika az csak egy speciális határ esete. Tehát tulajdonképpen az egész világegyetem él, és abban a tehetetlen rendszerek, mert a legkisebb hatás elvét, mint a tehetetlenség elvét lehet megfogalmazni. A tehetetlen rendszerek azok csak egy bizonyos típusát képezik a világegyetem összes létezőjének, vagy összes entitásának, és nyilvánvaló, hogy a cselekvőképességet, amivel minden élő bír, nem lehet levezetni a tehetetlenségből. A cselekvésképtelenségből soha nem lehet összerakni cselekvőképességet. Tehát hiába gondolják azt a fizikusok közül nagyon sokan, hogy az élőlények azok bonyolult gépek, mert a gépek azok tehetetlenek, maguktól nem kapcsolnak be, és maguktól nem tudják magukat bekapcsolni, működtetni, hogy karbantartani és felügyelni, és így tovább. Tehát, bár a sci-fi irodalom már efelé tapogatózik, hát, lásd a Terminátor filmek. Az a sci-fi, de az nem valóság. Bocsánat. Tehát azt szeretném belőled kipréselni, hogy miért gondolod, hogy az univerzum az egy élőlény, holott ugye belénk azt súlykolják az iskolába, amikor látunk egy fényképen, mit tudom én, a Hubble-i űrtávcső készít ilyen csodálatos galaxis képeket, távoli ködöket. Nem úgy tűnik, mint egy élőlény, hanem úgy tűnik az átlagember számára, hogy ott magányos forró meg hideg kavicsok keringenek porban. Valóban, mindez párosul egy bizonyos, hogy úgy mondjam, rövidlátással, mert az életet hajlamosak ezek a bizonyos urak úgy fölfogni, ahogy azt mi itt a Földön ismerjük. Miközben mások arra is figyelemmel
tudnak lenni, hogy az életnek nem feltétlenül kell minden bolygón pontosan ugyanannak lenni, mint itt a Földön, sőt, akár másfajta jelleget is ölthet, és a Bauer-féle biológia, az elméleti biológia azt mondja, hogy igazából attól élő valami, hogy képes folyamatosan magát feltornászni a halotti egyensúlytól és a semmit tevéstől, képes fönntartani azt az életképességét, azt az energiáját, azt a cselekvőképességét megújítani, ami az biztosítja a fennmaradását és a további cselekvését. Tehát azt lehet mondani, hogy a nap maga is élő lénynek fogható föl, egy plazma alapú életforma, hiszen a nap tevékenység kezdettől fogva jellemzi a napot most már 5 milliárd éve, és bámulatos, hogy a naptevékenységnek az értelmezésében mennyire nem tudtak előbbre jutni, nem képesek előrejelezni a naptevékenységet, nem képesek értelmezni, és hogyha azt meggondoljuk, hogy a naptevékenység összefügg a nap mágneses terének az újratermelésével, amihez dinamóra van szükség, és akkor kifejtik, hogy a dinamó az a csillagászatnak a legnagyobb rejtélye, ami nem csoda, mert a dinamó az egy gép, és gépek, hogy gép, egy dinamó létrejön a napban, az azt jelenti, hogy a nap képes gépeket létrehozni. Na de hát a Földön nem jön létre gép magától, csak ember által. És a Polányi Mihály megírta a Science magazinban, jelent meg 68-ban, hogy ha minden ember eltűnne a Földről, akkor nem készülne több gép a Földön. Tehát egész világos. Na most ezért az, hogy a dinamó egy gép, és ez a dinamó termeli újra a naptevékenységet, ez azt jelenti, hogy itt valami rendkívüli dolog van, ami a fizika kereteit meghaladja, a szokásos fizikai gondolkodás keretein túl van, és ráadásul ez bizonyos célszerűséggel is párosul, mert ez pontosan olyan dinamókat, és amik nem csak a nap mágneses terét, hanem azokat a cselekvési mintákat, azokat az anyagáramlásokat is újra teremtik, amelyek aztán végül is a naptevékenység lényegét adják, és ráadásul mindezt mindössze milliárdszor gyorsabban, mint ahogy egyébként történne, hogyha a napot magára hagynánk, és nem lenne élő, mint a halott madár, az ugye hirtelen leesik egyenesen, ha a napból elillanna ez a cselekvőkészség, akkor több milliárd év alatt lassan-lassan csökkenne a mágneses tere. Ehelyett 11 év alatt teljesen az összes mágneses tere eltűnik, majd pedig újra termelődik. Ez olyan, mint hogyha mondjuk lenne egy kamra, amiben befőttes üvegek állnak a polcon, és akkor kihúznánk a polcokat a befőttes üvegek alól, és a befőttes üvegek úgy esnének le, hogy milliárdszor gyorsabban, mint a szabad esés, és ráadásul a másodperc töredéke alatt úgy emelkednének vissza a magasba, hogy mindegyik a polcra kerülne, csak éppen fejjel lefelé. Na hát szóval, tehát ez itt látható, hogy itt nem csoda, hogy ez egy nagy rejtélye a naptevékenységnek. Hadd fordítsam le a nézőknek, hogy miről is beszéltél. Ugyanis a naphoz képest az összes többi bolygó, mint például a Föld tömege teljesen elhanyagolható. Hogy az egész naprendszerben a nap mennyire domináns az összes bolygóhoz képest, a tömegarányuk, azt hiszem a milliárd az egyhez, valahol így van, vagy milliomod része, igen. Milliomod része, tehát teljesen elhanyagolható. Mégis ennek ellenére annak a néhány pici bolygónak a mozgása, keringése, és ez a te rendkívül érdekes és szerintem meggyőző elméleted, ennek a icipici tömegnek a mozgása és 11 éves periodicitása a rendkívül a látványos változásokat hoz létre a nap tömegében. Ezt látjuk a napfolt tevékenységben, 11 évenként egyébként az időjárás is drasztikusan megváltozik, de 11 évenként végignézték a közgazdászok, és az értéktőzsdén is óriási hullámzások vannak, tehát fölívelő és hanyatló ciklusok, de engem meg az érdekelt, hogy végignéztem
az írott emberi történetet, és 11 évenként mindig van valami nagyobb fölfordulás, és a 11 éves ciklusoknál minden ötödiknél, úgy ez Kondratyev ciklusnak nevezzük, ez pedig valami egészen durva történelemváltozást hoz. Magyarán arról van szó... 1989 akkor ilyen volt? Így van. 89-45, első világháború, 150 évre visszamenőleg megnéztem, és a 11 éves periódusok rendkívül szépen kimutathatók, tehát mindenféle merényletek, háborúk, forradalmaknak a 11 éves ciklusa nagyon szépen látszik, ezt ki is raktam egy ilyen dolgozatot a 2012-es apokalipszis kapcsán ugye volt, hogy hú, ez lesz, az lesz, és pont emiatt láttam, hogy hát lesz egy kis ez az, de nem lesz nagy baj belőle. De tehát ez a 11 éves napfolciklus, amit tulajdonképpen ez a néhány szerény tömegű bolygócska okoz, ez a napban jelentős változásokat hoz, és a napban létrejött jelentős változások például az emberiség gazdasági, politikai ciklusait nagyon erősen befolyásolja. Nem nagyon ért veled egyet. Részben igen, részben nem. Tehát abban igazad van, hogy a bolygó hatások azok lényegesek, és a naptevékenység periódusát, ez a 11 éves periódust, az én elméletem szerint is a bolygók határozzák meg. De valójában itt egy összetett dologról van szó, egy olyan különleges jelenségről, ahol nem csak a bolygó hatások lényegesek, hanem lényeges a napnak a forgási energiája is. Ez a forgási energia szabadul át a naptevékenység, szabadul fel, a földrengések energiája is így szabadul fel, hogy hirtelen összpontosul, amikor a feszültség eléri egy kritikus mértéket, ugyanígy a forgása a napnak lassul, és időnként felszabadul, akkor jönnek létre ezek a nagy napkitörések. És ezek állnak kapcsolatban a bolygók, és ezt elősegítik azok az árapály hatások, amik a bolygóktól jönnek. És még más tényezők is szerepet játszanak, most jelent meg Svédországban egy összefoglaló munka a naptevékenységről, amiben a kulcsfejezet megírására engem kértek föl, ami nagyon megtisztelő volt, és éppen a napokban látott ez a kötet napvilágot. És ebben kifejtem azt, hogy nem csak arról van szó, hogy a napnak a forgási energiája és a bolygó hatások is lényeges, vagyis nélkülözhetetlen szerepet játszanak a naptevékenység kialakításában, hanem arról is szó van, hogy ez nem elegendő, hanem a napnak magának is személy szerint részt kell vennie abban, hogy ezeket a hatás, azokat a parányi kis kvantumszinten, vagy a kvantumszint mögül indíthatja csak azokat a parányi kis hatásokat, amelyek összegeződve ezeket a nagy léptékű, brutálisabb hatásokat, mint például a bolygó hatások, vagy a forgásenergia felszabadulása, az véletlenszerű lenne egyébként, de ez nem lehet véletlenszerű, mert a dinamót kell működtetni, és a dinamó pedig egy nagyon finoman szabályozott, csak akkor működik, anyagáramlások működtetik, nem olyan gép, mint egy kólaautomata, hanem anyagáramlásokból áll. Ezeknek az anyagáramlásoknak olyan precízen összehangoltaknak kell lenniük, amit folyamatosan felügyelni kell, és ez csak a nap láthatja el. Tehát ez valóban naptevékenység. Tehát ebben az az igazán szenzációs, és ez volt az, amire nekem is évtizedekig tartó munkára volt szükségem, hogy fölfogjam, hogy itt valódi tevékenységről van szó. Mert ezt felfogni, ezt még a filozóf, még az emberi tevékenységet se szokták fölfogni, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy behajlítjuk az ujjunkat. Hogyan vagyunk képesek behajlítani az ujjunkat? Tehát világos, ugye eldöntöm, hogy behajlítom az ujjamat, akkor meg kell mozdítani ezeket az izmokat. Na most világos, hogy az agyamból indul valami elektromos áram, és akkor az összehúzza az izmokat. Igen, ám, de mi indítja lesz az elektromos áramot? Hát nyilván az, hogy elhatároztam. Na de bocsánat, az, hogy elhatározom, az nem egy anyagi jellegű. Hanem az a tudat. És akkor hogy lehet áthaladni a kettő között? Azt viszont senki nem tudja. Én kénytelen voltam, utána senki nem tudja, kénytelen voltam nekilátni ennek a feladatnak. Eltartott egy-két évtizedig, amíg rájöttem, hogy ez másképp nem mehet, csak úgy, hogy az akaratnak is van energiája, akarati energia, és ez az akarati energia képes a kvantumvákuumban részecske-antirészecske párok energiáját fedezni, és ennek a révén létrehozni, megteremteni részecske-antirészecske párokat,
olyan módon, ami nem fizikai oka van, hanem biológiai oka van. Tehát valami mélyebb, mint a kvantumvág, mint ameddig a fizika ellát. A világ nem csak fizikai, nincsen rá természeti törvény, hogy csak a fizika létezhet a világegyetem. A világegyetem sokkal nagyobb, mint amit a fizikusok ebből látnak. Mert a világegyetem még biológiai is, mert még élő is, és a fizikai része az csak a felszíne. Olyan, hogy a kvantumvákuum az olyan, mint egy kesztyű, és akkor... ahogy mozog az ujjunk, ugye úgy azt látjuk, hogy a kesztyű mozog, hogy a kesztyűben van, de nem látjuk magát azt az akaratot, mint ahogy most se látjuk az akaratot. Na most mi indítja be a mozgást? Az, hogy az akaratunkkal eldöntjük, hogy részecske, antirészecske párokat hozunk létre, és annyi ilyen részecske, antirészecske pár jön létre, ami beindítja azt a bioáramot az agyban, pontosan azokat a bioáramokat, ami pontosan úgy szerveződnek, meg olyan finom hangolással. Hogy nem keverjük össze, az agyban nem keveredik ez össze. Úgyhogy valami csodálatos módon olyan finoman hangoltak ezek a folyamatok, hogy egy szervező hatás is, mint hogyha a cél vonzaná a végkifejlet, vonzaná a végkifejlet felé induló folyamatokat, és megszabja nekik az események menetét. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy a legkisebb hatás elve helyett a cél kitűzése megszabja ennek az integrálnak a másik végpontját. Aha. És attól kezdve, hogy az integrálnak a másik végpontja meg van szabva, attól kezdve a folyamat lezajlása előre meghatározott, hogy ide kell jutnia. Te most burkoltan azt állítod, hogy az egész jövő az már le van vajazva, tehát csinálhatunk akármit is, a jövő az meg van határozva. Tehát ugye, mint Bulgakova mester és Margaritába azt állítja, hogy tök mindegy, hogy az egyes ember mit akar, hogy szeretne elmenni nyaralni Kiszlovodba, végül is a Másenka már megvette az olajat, amivel el fog esni, és akkor az író azon el fog csúszni, amikor elcsúszik, akkor jön a villamos és levágja a fejét, tehát hiába tervezi ő azt, hogy elmegy Kiszlovodba nyaralni, ő már halott tulajdonképpen. Tehát lefutott meccs a világ, bármit is akarunk csinálni. Burkoltan ezt állítottad. Nem. Van ezzel hasonlóság, tehát hogy bizonyos értelemben bizonyos események, amiket kitűz egy tudat, azok az események a tudat célkitűző képessége következtében valóra válhatnak, mint például az ujjam behajlítása. De ez nem jelenti azt, hogy az, hogy mikor hajlítom be az ujjamat, az előre el van döntve, és valaki más eldöntötte. Én saját magam rendelkezem önállósággal, és akkor fogom behajlítani az ujjamat, amikor nekem tetszik, amikor én akarom. És tehát a világegyetem nem egy laplaszi világegyetem, ahogy gondolta Laplace annak idején pár évszázaddal ezelőtt. És akkor minden a világon változik, panterei, mondták a görögök, és a Laplace pedig valahogy arra jutott, annyira elkápráztatták a differenciál egyenleteknek a sikerei, hogy ő azt gondolta, hogy nem panterei, nem mozog minden, hanem minden csak tehetetlenül mozog, minden csak esik, minden csak pecsüt. De nem létezik, hogyha minden folytonos változásban van, akkor nem lehet, hogy a világegyetem az egy tehetetlen rakás anyag, ami csak folyton, hanyatlik, hanem a világegyetem tele van élettel, és az élet elválaszthatatlan az önállóságtól és az önálló célkitűzéstől. Tehát tulajdonképpen úgy lehet elgondolni, hogyha a laplaszi világegyetemmel akarjuk összebékíteni azt a tényt, hogy itt ülünk most ebben a teremben, hogy mindennyiunk feje körül van egy nagy buborék, és azt mi szabályszerűen mi magunk tudjuk eldönteni. Tehát a világegyetemhez nem csak a testünk tartozik, hanem a szabad akaratunk is, de az egy furcsa valami, mert a szabad akarat, tehát azt mi töltjük ki, tehát tulajdonképpen a világegyetemnek vannak olyan szabadon hagyott térségei, amik a saját részevői alakítanak ki. Tehát egy olyan festménynek vagyunk a részei, hogy ennek a festménynek az egyes pöttyei saját maguk festetik tovább a festményt. Na Gyula, ezt fogtad. De én most itt a te...
ez szerintem valahol ez diszonás, mert hogyha sok-sok akarat önállóan működik, akkor azok előbb vagy utóbb keresztezik egymás útját, vagy ütköznek. Egyrészt ez is előfordul, nem is egyszer. Persze. Másrészt pedig közben ez nem jelenti azt, hogy nincs egy nagyobb akarat is, ami gondoskodik arról, hogy hogy a világegyetem ne egy hiába való legyen, hogy nekünk például odadobja, neked, nekem és mi hármunknak, vagy mondjuk a 7 milliárd embernek, hogy csináltok, amit akartok, engem nem érdekel. A világegyetem maga is élőlény, és nagyon is érdekli, tétre megy a játék. Tehát akkor ennek tükrében a Gyurinak nincs igaza, hogy le van, értve nekem hogy nincs igaza, vajazva. Hogy le van vajazva minden? Nincs minden levajazva, mert igenis az élőlények. Tehát akkor érdemes küzdködnünk? Érdem, nagyon is érdemes, igen. Jó, sőt, ez a feladatunk. A világegyetem arra kíváncsi, a világegyetem, hogy az Egeri Gyuri, a Grand Pierre Attila és te, miközben megtehetnéd ezt is, meg azt is, meg amazt is, mégis hogy visz, mire visz rá a lélek? Te, egy ilyen valakit, hogyha egy ilyen valakit teremt a világegyetem, mint te vagy, ennyi képességgel, akkor te ezt hogyan használod? Nagy munkája nem volt velem. Felhasználhatod sok mindenre, de mégis valamilyen ok miatt, amit csak te tudsz eldönteni, mégis úgy használod fel, ahogy felhasználod. Ennek van egy erkölcsi tanulsága, és ez a világegyetemnek fontos. Ez ugye minden vallásnak a fő tanítása, hogy kapsz egy talentumot születéskor, és ezzel és a hogy talentummal gazdálkodni kell, lehet így is, úgy is, de ez a te karmád, hogy a lehetőségeket hogyan használod, és mire használod. Na, de ezt egy csomó minden befolyásolja. Így van, külső körülmények. Ez van. Már filozófia, nem fizika. Igen, de van ember, aki küzd, van, aki sodródik. Igen. Ki? Van, aki a legkisebb hatáselvét követi, és van, aki mindent megtesz, mert érzi a legnagyobb hatáselvének, hogy ez milyen nagyszerű, amikor az ember képességi kibontakoznak. Jó, ennek tükrében a depresszió az mi? A depresszió az tanult tehetetlenség, egyébként így is nevezik. Tanult? Tanult tehetetlenség. Tehát a társadalom által beléd idegze, alattomosan megfojtott emberekről van szó, akiket megtanítják, lebeszélték arról, és olyan ideghálózati kapcsolatokat, beidegződéseket hoznak létre, azok a fogyasztói társadalomnak, azok a földi hatalmasságai, akik ezt valahogy üzleti érdekükből azt hiszik, hogy ez nekik baromi jó lesz, hogyha majd te, meg ők tehetetlenebbek lesznek annál, és nem bontakoztatják ki a képességeiket az emberiség javára, hanem ehelyett egy bizonyos üzletembernek a számláját fogják hízlalni. Na most, ha én valamit nagyon rosszul csinálok, vagy rossz utat választok, akkor az élő világegyetem miért nem avatkozik be? Miért nem korrigál? Miért nem lök helyes útra? De csinálja ezt. Nézd meg a históriát úgy hosszú távon, mondjuk 2000 évig, és akkor egész érdekes tendenciákat lehet látni. Nekem például mindig kérdésem volt az, hogy ne menjünk messzire, csak a második világháborúba két rossz rendszer ugrott egymásnak elsősorban, tehát a sztálini és a hitleri rendszer, ezek főleg egymást gyepálták ők másokat is, de ez a két rossz elsősorban egymásnak feszült, igen. Igen, és sokszor eszembe jutott, hogyha Hitler nem olyan hülye, és nem bántja a zsidókat, akkor megnyerhette volna a második világháborút simán. De és akkor hova tette volna a zsidókat? Akkor nem Hitler lenne. Igen. Természetesen, de ugyanezt elmondhatom talán a Sztálinról is. Tehát nagyon sok, így, hogyha messziről és távlatosan nézzük a történelmet, egészen furcsa tendenciák jönnek ki. De most én szeretnék visszatérni a könyv témájára, mert szeretném azért jobban, mélyebben megnézni azt, hogy vajon szerinted csak a napnak van ilyen élőlény különleges tulajdonsága, vagy az összes csillagnak, mert rengeteg típusú csillagot találunk, és a nap ezen a csillagok milliárdjai és milliárdjai között nem egy kitüntetett, nem a legnagyobb, nem a legkisebb, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon átlagos, amiből millió számra vannak. Most millió számra van ilyen élőlény nap, vagy pedig ez valami nagyon kitüntetett azért, mert mi is itt vagyunk ezen a Föld bolygón.
Igen. Csak a tejútrendszerben 40 milliárd olyan bolygó van, amelyik a Földhöz hasonló életre alkalmas. Ez a legújabb. Az ember elszédül, ahogy kimondja ezt a számot, igen, ezt a 40 igen. milliárdot. Elképesztő. A nap és, maga... és tudod, hogy hány galaxis van, mert a tejút, igen. tejút sem egy nagyon kitüntetett, az is átlagos. Igen. Igen. A tejútban van 10-11-en, azaz 100 milliárd, mert a milliárd az 19-en, ugye 1000 millió, tehát 100 milliárd csillagból áll a tejútrendszer nagyságrendileg. Hát, és az észlelhető világegyetem, vagy régebben sokkal jobb szót használtak, ez a metagalaxis, tehát a galaxisok után következő szerveződési szint, ugye, ami az ősrobbanásban keletkezett, tehát ez a metagalaxis, ez pedig 10-11-en darab galaxisból áll, tehát ugyanannyi galaxisból áll, mint ahány csillagból áll a galaxis. És akkor mi a vége ennek az egésznek? És akkor vége, hogy van-e vége, vagy meta, nincs? Meta fölött mi van? Hát ezt már nem tudjuk. Az, hogy most az ősrobbanáson kívül mi van, az a számunkra nem észlelhető. Aha, tehát nem is érdekes, mert tehát ilyen szempontból... már metagalaxis se tudjuk feldolgozni épésszel. Így van, ezt már így emberi léptékkel ez nem emészthető. Hát még azért vannak ezzel kapcsolatban fontos kérdések, amikről még később talán beszélhetünk. De az érdekes az, hogy a nap maga az egyik legtipikusabb csillag. Vannak ugyan, akik azt mondják, hogy a nap, illetve a naprendszerről mondják inkább, hogy az egyedi. Mert hogy a Föld és a Hold az milyen különleges tulajdonságokkal rendelkezik, és így tovább, és így tovább. De az tény, hogy a nap az a legtipikusabb, a vörös törpék az összes csillag közül a leggyakoribbak, és a nap az egy vörös törpének számít. De amikor Birokánban voltam 4 hónapig csillagászati aspirantúrám keretében, akkor ott megtanultam abban a Birokáni Csillagászati Kutatóintézetben, Asztrofizikai Intézetben, hogy bár nem köztudott, de lényegében mindenfajta csillagnak van valamiféle tevékenysége. Tehát még, és akkor én elképpen mondtam, hogy például az O-típusú, vagy az óriás csillagoknak is vannak itt, és igencsak sokkal ritkábban észlelhetők azért, mert az óriások sokkal fényesebbek, tehát egy ugyanolyan erős robbanás rajtuk, az láthatatlan nem marad. Látszik, de valójában még ott is ki tudtak mutatni, csak persze ritkábban. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, ezt nem állítom 100% biztonsággal, hogy amennyire ma a csillagászat tudománya erről tud nyilatkozni, a legtöbb csillag az a naphoz hasonló naptevékenységgel bír, de azok a csillagok, amelyekről ismerjük és pontosan tudjuk, hogy a naptevékenységhez hasonló csillagtevékenységet folytatnak, ezek is sokan vannak. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha a nap él, egyfajta, nem, természetesen nem fehérje alapú életre kell gondolni, hanem egy plazma alapú életformára, akkor egy kozmikus életformára, akkor a többi csillagról is feltételezhető, hogy a többi csillag is él, és hogyha azt mondjuk első közelítésben, hogy a világegyetem csillagvilág, akkor tulajdonképpen csupa élőlényből áll, tehát úgy, ahogy mi tulajdonképpen csupa sejtből állunk, és egy magasabb szintű szerveződés vagyunk, úgy összeáll a kép, hogy akkor a világegyetem csupa élőlényből áll, és egy magasabb szintű élőlény. Na, de ez igaz, akkor a világegyetem születik, párosodik, és elpusztul. Jó kérdés, ugye ez megint nagyon fontos ezt föltenni és megbeszélni, hogy pontosan meg tudjuk érteni azt, hogy nem feltétlenül kell mindenfajta a Földön megszokott életjelenséget elvárni egy kozmikus életformától, mert egy földi, mondjuk egy kérész, amelyik egy tavaszt él meg, az másfajta törvények vonatkoznak rá, mondjuk, mint a napra, amelyik mondjuk 5 milliárd éves, és az egész ősrobbanás az 13 milliárd éve jött létre, vagy keletkezett, tehát akkor az azt jelenti, hogy összemérhető a világegyetem életkorával, tehát a nap nem feltétlenül szorul rá arra, hogy újabb napoknak adjon életet, mert, és nem is feltétlenül szorul rá anyagcserére, hogy anyagot, energiát vegyen föl, hiszen saját maga képes a saját energiáról gondoskodni. Tehát bizonyos körülmények másképpen állnak rendelkezésre a nap számára, mint ahogy itt a mi számunkra megszokott itt a Földön, és ezért az alapvető cselekvőképesség biztosításához másfajta eszközökre van szükség, és ezért az úgynevezett alapvető életjelenségek nem feltétlenül várandók el
a nap esetében. Aha. A nap például nem képes a helyváltoztató mozgásra olyan mértékben, mint ahogy mondjuk egy állat vagy az ember, mert mi a súlypontunkat át tudjuk helyezni, és ennek rendkívül jelentőségét tulajdonítunk, és ennek nagy gyakorlati jelentősége van, hogy én képes voltam ide eljönni, és nem növény módon otthon kellett, hogy üljek, vagy a kertben álljak, ugye? Mert ennek nagy jelentősége van, de ez attól még a növény és az állat két lényegesen különböző életforma ebből a szempontból. Ahogy persze én látom, a nap, mint forró plazma, az univerzumnak a tipikus létformája, mert az, hogy ennyire hideg valami, szilárd, az a ritkaság az univerzumban, tehát a forró csillagokban van, az univerzum tömegének mondjuk 99, és még jön egy csomó nulla, vagy 9-es. Mi vagyunk a kivételek itt, hogy ilyen kvázi szilárd állapotban itt mozgunk, meg lélegzünk. Tehát az a tipikus. Ami engem a kezdettől fogva, mióta úgy a kutatói eszemet tudom, rendkívül zavar a nappal kapcsolatosan, az, hogy a napnak a koronája 150 millió Celsius fokos, míg a felszíne csak 7000 fok kb. Most 150 millió és 7000? Így van. Tehát a burka sokkal-sokkal forróbb, mint a felszíne. Ugyanakkor azt gondolnánk a tanított fizika alapján, hogy annak hidegebbnek kellene lenni, hát belül van a forróság, ott keletkezik fúzió miatt az energia, és aztán illene kifelé hűlni. Nagyon fontos észrevétel, és ezt úgy tartják számon, ez a nap korona rejtélye, igen, ami a napfizikának az egyik legnagyobb megoldatlan kérdése. És érdekes, hogy a James Lovelock, aki a Gaia elméletet föltalálta, uh-huh, és megjelent több millió példányszáma, elfogyott erről a könyve. Olvastam is, és ehhez klappol tulajdonképpen. Klappol, mert ő azt mondja, hogy neki az volt a feladata, hogy megállapítsa azt, hogy a Marson lehet-e élet, és azt mondta, és hogyan lehet ezt a Földről megállapítani űrhajó nélkül. És azt mondja, hogyha a Marsnak a légköre rét megvizsgáljuk, abból már tudunk valamit mondani, mert a Földnek a légköre nem olyan, mint amilyen akkor lenne, hogyha nem lenne élet, hanem az, hogy létezik egy pici kis élet a Földön, az már azt jelenti, hogy az egész légkör teljesen átalakítja, mert például az oxigén 21%-a a légkörnek, miközben ugye, hogyha nem lenne élet, az összes oxigént az élőlények termelték, és vitték bele a légkörbe. És hogyha az élet eltűnne a Földről, akkor pár percen belül megváltozna az egész földi légkörnek az a kémiai összetétele. Tehát nem egyensúlyi állapotban van a Föld légköre, hanem folyamatosan megújítja, föltornásza az élet, ugyanúgy, ahogy ez az élettevékenységnek általában a lényege, egy fehérje molekula a szervezetünkben 20 perc alatt elhalna, és tönkre menne, elrothadna, elfonyadna, de minden fehérje molekulánkat feltornáztuk 20 percenként, úgyhogy ugye újra olyan friss, felvillanyozott állapotban van, ami az élettevékenységhez kell. Ugyanezt csinálják, ugyanezt csinálja a Föld is a légkörével, feltornázza az élethez a lehető legkedvezőbb állapotba hozzá, ezt fedezte föl James Lovelock. Na most a naptevékenység áll kapcsolatban azzal, hogy a napnak a légköre sem egyensúlyi, hanem olyan nem egyensúlyi, ami tényleg nagyon jogosan kiváltja azt a megdöbbenést, amivel ott állnak tehetetlenül a fizikusok, hogy ezt hogyan magyarázzák. Természetesen az egyetlen egy magyarázat, ami szóba kerülhet, az a naptevékenységgel kapcsolatos, és próbálják ezt mechanikusan magyarázni, hogy valamiféle, ezek az anyagáramlások létrehoznak valamiféle lökéshullámokat, és azok ott nyelődnek el, és akkor így próbálják magyarázni. A lényeg az, hogy ez is, ez a nem egyensúlyi naplégkör, ez pontosan összefügg a James Lovelocknak a Gaia elméletének a fő következtetésével, hogy ez az életnek a jele. Tehát nekem ugye azt tanították a műegyetemen, hogy mindig a melegebb a helyről megy át a hő a hidegebb helyre. Tehát nem az van, hogy itten a 25 fokos asztal melegíti föl mondjuk itt a forró tejámat, hanem fordítva a forró teja melegíti föl az asztalt. És mégis a napnál ennek a fordítottját látjuk. Tehát tulajdonképpen a
a forró a nap burok szerintem az melegíti a nap belsejét, hát 150 millió fokból csak megy át a hő a 7000 fokos felszínre, szóval. Biztos. De miért csak 7000? Hát azt nem tudom. 5800 fok tulajdonképpen a napnak a felszíne, és a napnak a magja pedig 15,6 millió fokos, és akkor ez a 15,6 millió fokos magas hőmérséklet az, ami lecsökken a nap felszínén 5600-5800 fokra, és utána megint emelkedik. Ugye, 150 millióra. Igen, tehát ez az egyik nagy probléma. Van persze olyan problémám is, hogy a Földön bányásznak héliumot, de a hélium az tulajdonképpen, hogyha az univerzum keletkezésekor, mit tudom én, a Földbe záródott, a héliumnak illett volna már az alatt a 4 milliárd év alatt kidiffundálni, mert ez egy rohadt, egy illékony anyag, és mégis mindig tör elő a vulkánokból hélium, hát így bányásszuk elő. Tehát az a konklúzió, hogy a hélium itt és most keletkezik a Földben, tehát gyártódik. Pedig itt a Föld közepe nem olyan hőmérsékletű, mint a nap belseje, ott elfogadható, hogy a hidrogénből fúzió által hélium lesz. De itt is, a Földön is keletkezik hélium. Sőt, nem csak hélium, hanem sok-sok olyan anomális elem, amit nagyon nehéz magyarázni. Egy ideig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és a napon pedig kifejezetten foglalkoztam a napon is. Most tulajdonképpen írok egy könyvet, a Héliósz elmélet, ez a címe, amit a Gaia elméletnek egy következő lépése, hogy úgy mondjam. És a lényeg az, hogy a nap magjában olyan forró buborékok jönnek létre, most gondoljátok el, hogy ha valahol valamilyen ok miatt, mondjuk a bolygóhatások miatt, vagy mert a nap beavatkozik, vagy mert a forgás energiának valamikor, valahol föl kell szabadulnia, tehát valami hirtelen jelenségnek le kell zajlani. És mondjuk a napnak, a hatalmas nagy napnak, ami 700 ezer kilométer sugarú, az energiatermelő magjának az egyik kis körzete valamiért mondjuk melegebb lesz, mint a többi, akkor mivel az energiatermelő mag és az energiatermelés a hőmérséklet negyedik hatványával megy, tehát ha mondjuk az egyszerűség kedvéért kétszer olyan meleg lenne az egyik pici kis körzet valamilyen okból kifolyólag, akkor ott az energiatermelés a negyedik hatványal menve kétszer gyorsabban zajlana, vagyis kétszer kettő, négyszer kettő az nyolc, tehát 16-szor gyorsabban folyna az energiatermelés, akkor viszont még melegebb lesz. Ha még melegebb lesz, még gyorsabban folyik az energiatermelés, ha még gyorsabban folyik, elszalad. Na, ezt fedeztem föl, ez a termonukleáris elfutás. Tehát fölforrósodik hirtelen egy bizonyos körzet. Mi lesz ezzel? Először azt hittem, hogy fölrobban a nap, de hát látjuk, hogy nem. Na most mi az, ami leállítja? Tulajdonképpen az, hogy amikor egy ilyen forró buborék akkorára megnő, ilyen robbanásos sebességgel, hogy képes a felhajtóerő hatására fölemelkedni, akkor egyszerűen az egész robbanásos körzet fölemelkedik és kilövődik a nap felszínére, és ezek hozzák létre a napkitöréseket. És így tehát ez azt jelenti, hogy ezekben a kis forró buborékokban a hőmérséklet nem csak 15,6 millió Kelvin fok, hanem itt fölmehet és föl is megy 1 milliárd fokra is. És ezért lehetséges az, hogy a nitrogénnek a 15-ös izotópiát termeli, és olyan anomális fémeket, amik a napkitörésekor különösen gyakoriak, és amikre azt mondják, hogy ez egy látszólagos hatás, közben pedig, hogyha összeszámoljuk, akkor kiderül, hogy nem látszólagos, hanem ez egy tényleges anyagmennyiségről van szó, ami ott dúsabb, és ez pedig csak azzal magyarázható, hogy valóban ezek a forró buborékok ilyenek. Na most lehetséges, és azt gondolom, nagyon sok jele van, például a Földön is vannak ilyen, pont a forró foltok, úgy, vannak ilyen vulkánok, amik mindig ugyanott maradnak, és átluggatják a földkérget fölöttük, és közben pedig a Föld magjában mindig ugyanazok, tehát hosszú életűek, ugyanott vannak. És az ilyen forró foltokban gyakori például a hélium 3-as izotópia, gyakori, különösen gyakori. Na most hát ez is olyan, hogy jöhet létre? Hát ahhoz is magfúzió kell. Amihez pedig legalább kell 10 millió Kelvin fok. Az meg nincs.
az meg általában nincs jelen. De hogyha létrejön nem egyensúlyi folyamat, ami robbanásos jellegű, a nap magjában könnyű, mert ott az energia levétel. De hogy a Föld magjában hogyan? Ezt nem tudtam megválaszolni, hogyha ezért hagytam abba itt ennek a kérdésnek a további vizsgálatot. Ugye nekem további kérdéseim megint csak ehhez az élőlény és anyagszintézishez kapcsolódóan, hogy az ördögben van az, hogy például az arany ilyen szálakban, úgynevezett tellérekben helyezkedik el, meg az ezüst is hegyekben áll, és nem egyenletesen eloszolva. Na most az arany például nagyon nem szeret kémiai reakciókba részt venni, tök semleges anyag. Mégis mi az ördög gyűjti azt össze, baktériumok hordják össze, hát frászt. Nem, mert az élet nem nagyon foglalkozik egy ennyire inert anyaggal. Tehát tel is tele van a kérdéssel, egyáltalán már maga a Föld, a napról nem is beszélve. Tehát ha az embert nem hülyítik el, és nem bunkózzák le a tanárai az iskolába, pusztán az adatoknak az értelmes értelmezésével és kérdezgetésével egy sor kérdőjel, nagyon komoly kérdőjel vetődik föl, amikre ha választ keres, mit tudom én, az iskolába, akkor azt kapja, hogy hülye vagy, Pistike, üljél le, körülbelül ilyen, hát ilyen persze, szinten. Idegbetegek lesznek a tanárok. Hát mert ő igen, se nem, tudja, persze. Hát... Pedig bátorítani kellene az önálló gondolkodást, az iskolának arra kellene irányulnia, hogy a igen. gyerekekből kihozza a legjobbat, és nem az, hogy leverje őket, és tucat terméket foglalni. Engem a Hartlány Károly azért tiltatott be minden előadásomat, és erről papírom van, megvan, az a sok-sok levél, amit iskolai igazgatóknak írt. De erről megvannak az e-mailek, hogy az Egeli olyan tanokat hirdet, én valójában csak kérdezni tanultam meg a nebulókat, hogy ne hülyüljenek el, merjenek kérdezni, amikor ilyen adatokat látnak. Mert az, hogy az arany egy helyen van, meg az ezüst egy helyen van, és nem egyenletesen elosztva, az azért kérdéseket vet föl. Az, hogy a nap a burka sokkal melegebb, mint a felszíne, az azért egy kérdés. És ha nincsen kérdés, akkor válasz sincsen. Tehát, hogyha nem tanulnak meg a nebulók kérdezni, de abban nem lesz baj, ha nincsen válasz. De azt szeretném hozzátenni, hogy az angol száz iskola sokkal kedvezőbb az önálló gondolkodásra, mint az, amit Magyarországon művelnek oktatás szintje alatt. És Amerikában például sokkal jobban megbecsülik a nagy gondolatokat, mint Magyarországon, ahol tulajdonképpen több akadálya találkozik az ember, mint segítőkészséggel. És viszont Amerikában fél évig voltam a Chapman Egyetemnek a meghívott vendégprofesszora, azért, mert ilyen kérdésekkel foglalkozok. De ott se tűrtek meg sokáig, persze, de ezek a kérdések viszik előre a világot, és hogyha az ember nem tanul meg kérdezni, akkor válaszai se lesznek természetesen. Most ez a könyv is, én úgy érzem... Kérdés egyébként, hogy az ember ad egy kap-e kielégítő választ, ad kettő, tényleg jó, ha megtudjuk a választ. Én azt hiszem, hogy igen. Erre való az ugye, ember. Így van. Na most a következő nagy kérdés sorozatom, ami megint csak ehhez kapcsolódik. Gyurikám, csak szeretném neked javasolni, és hogy időben orientáljanak egy kicsit, 3 percünk van körülbelül igen. a mai adásból. Akkor most... ez majd átcsúszik a következőre, tehát kérdés. Nagy dolgokba ne essél bele, légy szíves. Van ez a dogma, a sötét energia, a sötét anyag, ami úgy elterjedt. Én ezt hihetetlen, bizonytalan alapokon levő hipotézisnek gondolom. Tehát engem az nagyon zavar például, hogy a spirálgalaxisokra nagyon nem igaz a newtoni dinamika, tehát teljesen másként élőlényként viselkednek mondjuk. Ugyanakkor a gömbgalaxisok meg az ellipszis galaxisok azok belesimulnak a tankönyvbe és úgy viselkednek. Hogy engem ez miért nem zavar? Hát téged nem, de engem rohadtul zavar, hogy azok a spirálgalaxisok, amik mint egy polip úgy ölelkeznek egymással. És milyen kis ilyen?
a miénk is ilyen, azok miért mások, mint a többi, és drasztikusan mások, meg mint hogyha taszító gravitáció is lenne. Szóval ezek a kérdések engem... Érintve vagyunk. Engem nagyon izgatnak, és jó lenne erre választ kapni, és az, hogy bedobjuk, hogy na, van egy olyan anyag, sötét anyag, aminek teljesen mások a tulajdonságai, mint amit mi a laborban be tudunk fogni és ismerünk, az engem bosszant. És erre majd vissza kéne térni. Igen, hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai adásunkba. Megmondom őszintén, hogy az elmúlt fél évben most először nem érzékeltem az idő múlását. Ez persze nem jelenti azt, hogy az elmúlt adások kevésbé voltak érdekfeszítőek, csak itt tényleg olyan témákat feszegettünk, amihez, ha hozzászólni, nem is tudtam, de teljes nyitottsággal és érdeklődéssel figyeltem ezt a dolgokat, és én őszintén remélem, hogy miközben megköszönöm Grand Pierre Attila részvételét és információit az Élő Világ Egyetem témakörében, őszintén remélem, hogy a következő adásban még további kétségeit tudja Egeri György szakértő barátom megfogalmazni, és még többet megtudunk arról, hogy hát ha nem is beszélget a világegyetem, meg nem étkezik, meg nem fog kést világ, azért vannak olyan jelei, amelyek jelzik, hogy ér. Kedves nézőink, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Két hét múlva találkozunk, további kellemes tévézést.